Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak! Én Bóna Friderika vagyok, ez itt pedig a Gömör és Nógrád Rádió titkos hozzávaló című műsora, melyben minden alkalommal Palócföld kulináris élvezeteinek hódolunk. Ha esetleg lemaradnának a keddi 6 órai kezdésről, minden adásunk visszakereshető honlapunk archívumában. Vajon a gasztronómia és az irodalom kapcsolata egy magasztos szerelmi óda, vagy inkább homályokban rejtőző tragikus ballada? És hogyan működik ez a Palóc környezetben? A következő órában pontosan ezt a témát fogjuk körüljárni. Vendégem Szvorák Zsuzsa, tanár, rendező, közéleti személyiség, és még sorolhatnám, kinek életében az irodalom egyértelműen nagy szerepet kap, de ugyanakkor a gasztronómia is. Szép napot, tanár, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívását. Én is köszönöm szépen, és hát nagyon pontos volt ez a felsorolás, de a lényeg az valóban az, hogy mint tanár elég sokat olvasott ember vagyok, és mint 3 gyermek anyja pedig nagyon szeretek főzni, tehát a gasztronómia pedig azért nagyon közel a szívemhez, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ehhez a jó témához felkértél. Hát azért 3 gyerek mellett nagyon jó, hogyha az ember szeret is főzni, nem csak még főz. Na jó, akkor kezdjük is, akkor Alda Mémától egy kis bevezetővel, vagy egy ilyen áttekintéssel, ha úgy tetszik. Tehát ugye az ételek és az italok megjelenítése nagyon nagy hagyománnyal rendelkezik a világirodalomban, ha már csak a görögöket nézzük, ugye ott a bor megjelenik nagyon. Vagy ugye elmondhatjuk azt, hogy az ízeknek és az irodalomnak ilyen nagyon hosszan tartó szerelmi kapcsolata viszonya van. És akkor ez elmondható a magyar irodalomról is, én úgy gondolom, de melyek azok az alkotások, amelyekben nagyon erőteljesen jelenik meg, vagy melyek azok az írók, vagy kik azok? Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni, mert kevés rá egy óra, egy nap, lehet, hogy több hónap kellene ahhoz, hogy végigpasztazzuk az irodalmat, mert én úgy gondolom, hogy az íráshoz nagyon nagy fantázia kell. És biztos, hogy a fantázia az a főzésben is, a gasztronómiában is jelen van. Tehát szerintem tehát mindenki, aki jó író, az valahol egy kicsikét jó szakács is, vagy ha nem szakács, akkor legalább jó fogyasztója az étkeknek. Igazi zsarman ember. És az kedvencem, a mostani kedvencem, a legújabb kedvencem, Dragoman György azt mondja, hogy főzésről írni majdnem annyira jó, mint főzni, és főzésről olvasni majdnem annyira jó, mint enni. Tehát ez tényleg igaz, hogy az írás és az evés, ez nagyon szorosan összefügg, és az, hogy kiknél, hogyan, talán röviden egy kicsi múltbeli visszatekintés, ami nekem eszembe jut a praxisomból, hogy miket tanítok, hogyha a régieket és az ókort figyelem elsősorban, akkor ugye nagyon fontos az, hogy mi a gyerekekkel olvastatjuk Homéroszt. És hát Homérosznál már Odüsszeusz, amikor a kalandjait meséli el, akkor megjelenik az, hogy milyen étkeket szolgálnak fel, vagy éppen milyen étket szeret maga Odüsszeusz. És hát tudjuk, mert Periklész írta azt le, hogy a görögök azok mennyire szerették a húsokat, tehát hogy főleg a marhahúst, de leginkább a kecskét és a bárányt fogyasztották, és hát természetesen mindenfajta tengeri halakat és kagylókat és mindenfajta tengeri ízeket szerettek. Én imádom azt, hogy a fűszereikről tudnak mesélni, ez nagyon inspiratív számomra is, és szeretek is görög ételeket fogyasztani. Főzni annyira nem tudok, de nagyon inspiratív volt, és mindig, ahogy elmegyek, elutazok egy-egy országba, akkor biztos, hogy hozom az ottani ízeket és az ottani fűszereket. Még ha így a görögökről mesélek, akkor ugye azt is el kell mondani, hogy az irodalomban a bor szeretete nagyon megjelenik náluk, tehát nem egy bordal inspirálja későbbiekben majd Csokonait és Petőfit is, hogy ők is erről énekeljenek. Illetve az összefoglaló művek közül Platónnak a Lakomája jut eszembe, tehát ugye egy nagy lakoma történetét úgy fogalmazza meg, nagyon különlegesen, nagyon érdekesen, tehát ilyen párbeszédes formában beszélnek, annak kapcsán, hogy Szókratész és tanítványai összejöttek, és akkor, hogy ott mit fogyasztanak, mik azok az ízek, és természetesen ott hatalmas nagy filozófiai gondolatok és párbeszédek folynak. Tehát ezek különlegesek, és én sajnálom is, mikor mindig olyan kevés idő van és óra van a gyerekeknek az irodalom megszerettetésére vagy tanításra, hogy ezekről annyira nem tudunk beszélni, pedig mindenképpen megérdemel ez is egy kutatást, vagy legalább egy ilyen kedves beszélgetést. Na és annak ellenére, hogy nem sok idő van rá, nekem automatikusan a görögök jutottak eszembe, amikor készültem fel erre a beszélgetésekre, mert ugye nyilván a bort említettem az elején,
És milyen érdekes, hogy tényleg ilyen filozofikus környezetekben, mint Platonnal megjelenik az étel is. Igen, hát róluk ugye tudni kell, hogy mindenhez értettek, és mivel óriási gasztronómi kultúrájuk volt, és ugye szerettek, hát főleg kint főztek, hát nem volt mai értelemben vett konyhájuk, tehát ma is ugye kint élnek a görögök, és kint sütnek, főznek, és ezért nagyon, nagyon érdekes az ő életük, nagyon harmonikus, és az, hogy tényleg nagyon kreatívak voltak a művészetek területén, és nagyon sokszínűek voltak, mint emberek. Tehát tudjuk, hogy számos filozófius egyben olimpiai bajnok volt. Tehát pont Platont, hogyha említettem. Úgyhogy ezek így nagyon érdekesek. Hát ilyen van az irodalomban is, hogy nagyon jó író, és közben nagyon jó szakács, tehát hogyha a franciákra gondolok, ugye Dumas nevét azért mindenki ismeri, és hát Dumas, amikor még megérte élete ismertebb műveit, akkor rájött arra, hogy ő még azért az élete fő-fő művét nem írta meg. És kiderült, hogy ez egy szakácskönyv. És amikor azt megírta, ez tényleg egy ilyen élete fő művelet, olyan, mint egy lexikon, tehát 3000 recept van benne, de úgy, hogy novellába, utirajzba ötvözve, hát végül is nyugodtan halhatott meg, mert ez lett élete fő műve. Igen, és olyan érdekes tényleg az, hogy hiába ír bármilyen tényleg a világirodalomban nagyon jelentős művet, azért ez a szakácskönyv ott kellett fel. Így van. És ez miről van, akik tényleg ilyen nagyobb hangsúlyt fektetnek a gasztronómiában? Van valami közös, tehát találunk valamiféle hasonlóságot abban, ahogy és amiért szerepel az ételeket? Én még ezt így nem vettem górcső alatt, tehát annyira nem figyeltem meg, de ahogy mondottam az elején, hogy szerintem nagyon nagy fantázia kell a főzéshez. Egyébként tudunk egyszerűen főzni, és ugye el tudjuk a családunkat látni, de ahhoz, hogy annak valami különleges emlékezete legyen, akkor ahhoz azért kellenek tényleg ezek a fűszerek, vagy ezek a különleges megoldások, amit szüleinktől tanultunk. És hát, ha arra gondolok, hogy csak maga a szó az, hogy étel, tényleg csak egy betűt fordítunk meg, és azt jelenti, hogy élet. Tehát, hogy ez egy és ugyanaz. Tehát nekem csalkanyházan, a szülőfalumban mindig tanították, hogy ott a mértékletességet, hogy hát nem azért élünk, hogy együnk, hanem hogy azért eszünk, hogy éljünk, de ha már eszünk, akkor finomakat együnk, mert akkor finomabban élünk, fűszeresebben eszünk, akkor fűszeresebben élünk. Tehát ezek olyan nagyon érdekes szállóigék, mondások az ételhez, ugye, tehát a szinonimákban is ezt nyelvtörténeti kutatások, ezek bemutatják, hogy ez nagyon szorosan összefűződik az étellel, maga az élet, a búza, a magoknak az elnevezése. Jó ezt a fűszeres szállóigét hallani nekem, egy olyannak, aki mindig mindent nagyon fűszeresen eszik, és túl fűszeres néha anyag ízlése szerint. És ugye hamar ugye az irodalmat és a gasztronómiát vizsgáljuk egyszerre, akkor ugye nagyon sok minden szükséges ahhoz, hogy az írás az valamilyen nyomot hagyjon, hogy azon gondolkodjunk. És ezek között a tényezők között szerepel a gasztronómia? Szerepelhet? Tehát úgy gondolod, hogy magában az irodalomban úgy megjelenik, hogy különlegesebb lesz attól, hogy ételről szól? Igen, tehát valamilyen plusz töltetet, valamilyen hangulatot ad neki. Mindenképpen. Tehát maga az, hogy... Tehát most hoztam el neked ugye Entó Danikó könyvét, tehát maga az, hogy a hangulatát annak a novellának, annak a tarcának megérezzed, akkor ott nagyon jelentős szerepe van az illatoknak, a fűszereknek, és íróknál bizony nagyon soknál pedig az ételeknek. Úgyhogy utána lehet nézni, akit érdekel ez a téma, hogy valóban Mátyás királytól kezdve, nem maga Mátyás király, hanem az írójai, tehát a Bonfiniék, Túróci Jánosék jegyezték azt fel, hogy milyen szerepe van az étekeknek, és ezt nem csak leírják szárazan, hanem a körítés az arról szól, hogy hogyan találtak, miben találtak. Igen, tehát hogy minek, mindenek megvolt a funkciója, és ezek nagyon-nagyon érdemesek olvasásra, utánajárásra, kutatásra is akár. Én nem tudom, de biztos született már ebből egy-két doktori disszertáció, hogy az irodalom és a gasztronómia kapcsolata. Engem pedig különösen vonz, tehát én nagyon szeretek főzni, és hogyha olyan módon van, hogy például a Petőfi Irodalmi Múzeumban megnézni az, hogy hogyan ettek a nyugatosaink, akkor én biztos arra elmegyek, úgyhogy erről szívesen beszélek. És mit tanulhat el az adott karakterről az, hogy például hogyan főz? Van annak valami szerepe, hogy mondjuk az író leírja, hogy hogyan készíti el azt az ételt, miként nyúl hozzá a hozzávalókhoz, vagy hol szerzi be?
Hát igen, igen, szerintem ez írója válogatja, mert van, aki csak a hangulatot akarja visszaadni, és van, aki után közvetlenül le lehet főzni az étkeket. Tehát, hogyha Krúdit olvassuk, akkor azért ott nagyon jelentősen megvan a hangulata, olvadoznak a szangban az ízek, tehát egyszerűen falangsangi roham is ránk jöhet, de maga a recept, az még ma a Kródi Zsuzsa lánya által összeállított új kötetben jelenik meg, és ez milyen jó, hogy egyrészt olvasmányos, másrészt viszont hasznos, mert egy receptkönyvet írta a lánya az apukája után. Tehát igen, mindenképpen több lett ez, tehát én rengeteget olvastam ehhez, meg azért tulajdonképpen, hogyha tanítok egy-két írót, akkor én mindig ennek egy kis érdekeséget belecsempészve igyekszem az órákon valamelyik osztályban, vagy épp mindegyikben elmesélni, hogy ki mit szeretett, ki mit evett, és magam is ilyen voltam, tehát, hogy egyetemista koromban azért, igen, nekem el kellett mennem egy krúdi étterembe, hogy én azt végig kócsolgassam a tabamba, vagy valóban voltak olyan éttermek, ahol a János Vitéz alapján, tehát a Petőfi szövegek alapján voltak az étkek felszolgálva, és maga a hangulata is annak a kocsmának olyan volt, ugye, hogy a János Vitéz jelenete képei voltak fölfestve, hát egy jövendőbeli magyar tanárnak sokat adott hallomból. Jó, és akkor ezzel a gondolattal egyelőre be is fejeznénk, és akkor most következően Zoran és a táncsap, de aztán majd jövünk vissza a titkos hozzávalóval. És már vissza is tértünk a titkos hozzávaló mai adásával, melyben vendégem lesz Varag Zsuzsával. Az irodalom és a gasztronómia kapcsolatában elmerülve próbálunk a sorok között olvasni. Ugye általánosságban már beszéltünk egy kicsit a magyar irodalomról, de akkor most térjünk alatt palóc konyhára. A palócokat szerepeltető és leíró mondjuk úgy művekben, hogyan jelenik meg a helyi ízvilág, vagy hogyan jelenhet meg a helyi ízvilág? Hát Mikszát Kálmán, ő ugye a nagypalóc mesemondó, annyira sok mindent nem írt le, tehát receptes könyvet az ő írásai alapján nem lehet kiadni, de az biztos, hogy ő egy nagyon nagy étkező volt, ugye lehetett is látni azért a pocakján, hogy szerette az étkeket, és végül is, mivel ilyen nagyon jól tudott az ételekről beszélni ő maga, még ha nem is írta be annyira az írásaiba, nem véletlen az, hogy az új írók közül, tehát a mai írók közül, például Cserna Szabó András és Fehér Béla írt egy nagyon jó esszé kötetet az ételekről, és azt mondja, hogy mindannyian mixált hasából bújtunk elő, tehát egy kicsit így Google-ra utalva, és Mikszátról én nekem, mint palóc mesemondóról az jut eszembe, hogy ugye nagy kedvence volt a kaprostúrós lepény, vagy egyszer megjegyezte a parlamentben, a parlamenti tudósításokban fel volt jegyezve, hogy a malac pörkölt és a kemencében sült pecsenye, ez is kedvenc étele volt, de mellette a sóskamartás, vagy a rántott bárány, vagy a túrós rétes, és hát nagyon szerette a káposztát, ezen fogva ugye a töltött káposztát is. És az pedig, hogy ő ugye a sokak által említett palócleves, meg ismert palócleves, és ezt én is nagyon szeretem főzni, én mondjuk a sógornőmtől tanultam meg főzni, mert nem olvastam ennek a leírását eredetiben, és hát ez egy nagyon különleges étel, és el is hiszem, hogy palóclevesét, vagy mixáltlevesét nagyon szerette maga az író is. És ennek a különlegessége az, hogy ezt Gundel János készített elő, tehát ő egy nagyon híres szakácsművész volt, és ürühúsból, zöldbabból, csipetkéből készítette. Ugye ma már ez az ürühús az annyira nem dívik, tehát ma már inkább én magam is sertéshúsból főzöm, de az a része, ami olyan szokatlan és nagyon különlegessé teszi a palóc leves, tehát hogy a legvégén kaporral és lisztes tejföllel habarjuk el, ez az én receptjeim között is megvan, és hát nagyon-nagyon szereti a családom is. Úgyhogy én valahogy a palóc ételek közül ezt emelném leginkább ki, illetve ugye, hogyha megyünk ilyen falunapokra, akkor nagy kedvel fogyasztjuk a családommal, de otthon is nagyon érdekesen, különleges ízekkel készítem a tocsnit.
Tehát a tocsni úgy az irodalomban annyira nem jelenik meg, de a palóc étkek között annyira, hogy lehet, hogy majd egyszer én is megírom, mert ha történet fűződik hozzá, vagy valóban valami novella, és abba belekerül rejtetten ez a recept, akkor az megmaradhat az utókornak. Az én ismereteim szerint a tocsni még nem került bele egy ilyen novellába, de azt tudom, hogy Mikszaltról nagyon-nagyon sok anekdota jelezte azt, hogy imádta ezt a levest, illetve el is hoztam neked egy Mikszalt szeletes süteményt, tehát ez is olyan, hogy ritkán süti az ember, tehát ennek az érdekessége az, hogy szódabikarbónával készül, baracklekvárral készül, és hát, hogyha majd egyszer lesz idő, akkor szerintem itt meg is sütjük a magyar házba, mert van egy ilyen titkos tervem, hogy ilyen kis éttermet, tehát olyan jellegű szobaéttermet, irodalmi szobaéttermet, és így ilyen sorozatot lehetne a magyar házba indítani, ahol nem csak beszélünk az írók kedvenc ételeiről, és a palócok ételeiről, hanem rögtön meg is főzve azt fel is szolgáljuk. Úgyhogy így a palóc ételek között annyira nem sokat tudok mondani az irodalomból, de nagyon sok más példát tudok mondani. És akkor már is olyan titkos az a terem, hogy te lenzed. És érdekes, hogy pont a tocsit említette tanárnő, mert annak is rengeteg neve van, tocsni, krumpli baba, stb. És pontosan ehhez fűződik a következő kérdésem, hogy hamar mondjuk egy palócokról szóló írásban, vagy palóc környezetben játszódó írásban megemlítjük ezt az ételt, akkor esetleg az, hogy említjük meg, tehát úgy, ahogy ott hívják, úgy mondjuk, vagy ahogy a standard, tehát az is ad neki valami plusz, hogyha úgy írom le, ahogy ott hívják. Mindenképpen. Tehát annak, hogy a tájszólást használja egy író, és tájszólásban jeleníti meg azt az étket, még ha nem is érti az olvasó teljesen, nézzen utána, szerintem, mert az csak egy töblete a magyar nyelvnek, és én szerintem ez nagyon fontos. Tehát akkor, amikor füleki írókat említsek, György Norbert ugye megírta regényét, akkor az attól volt különleges, hogy ilyen szlovmágy szavakat használt benne, tehát a zelovoc kifejezés megjelenik, de a te regényedet is olvasva ugye elmondhatom, hogy nekem attól is volt az ízes, hogy pontosan a tájszólásban jelenítetted meg te is az ételeket, de egyébként pedig magában az életben, élet ugye megint összejött ez a két szó, milyen furcsa volt, hogy a Csemadoknak, amelynek én elnöke vagyok, a legrégebbi baráti polgári társulása az a Barátfüle Egyesület. És amikor megkerestek minket telefonon, hogy szeretnének velünk barátfülét főzni, hát én azt hittem, hogy ez valami különleges húsétel lesz, és akkor kiderült, hogy ez egy hasonló tészta, mint a mi derejénk, csak ők ezerfajta féle ízesítésben tudják ezt főzni, sütni, és akkor ugye Barátfüle fesztiváljuk van. Tehát nagyon fontos, hogy megőrizzük a tájszavainkban is az ételeknek a megnevezését, úgy, mint minden másban. Tehát ott vannak a gyökereink, és hogyha ezekre nem emlékszünk, akkor minden olyan lesz, mint a McDonald's kaja. Azért a hagyományőrzés megint csak megjelenik, ugye nyelvi és étel szinten is. És ugye azon kívül, hogy ahogy mondtuk, egy alapvető szükséglet az evés, az ivás, mit gondolt, miért éreznek késztetést az írók, hogy belekomponáljak ezt a tevékenységet a műveikbe? Én szerintem, ahogy mondtam is, a fantázia. Tehát akinek erős a fantáziája, az nem tud attól elmenekülni, hogy azt az ízt, amit a gyerekkorában megszokott, amire emlékezik, és hogyha pont visszapergeti ilyen retrospektív irodalmi alkotás születik a tollalól, akkor abba az belekerül. Vagy pedig azt is nagyon fontosnak tartom, hogyha egy írót kutatnak, az életét kutatják, és feljegyzéseket találnak, akkor ez ugyanúgy hozzátartozik, akár egy kiállításon belül is, hányszor megyünk el gyerekeknek, és akkor gyerekekkel is akkor mondják, hogy ma uncsi, hogy megint ott az íróasztala, megint ott a tintatartó, megint ott a bizonyítvány, hogy ma nekik ez uncsi. És akkor egyszer elvittem egy olyanra, hogy akkor gyerünk, akkor nézzük meg, hogy mik a kedvenc ételei. Bezzeg az tetszett, főleg, hogyha meg is kóstolhatja. Tehát szerintem az ételeknek nagyon-nagyon nagy szerepe van az írók habitusának, emberi voltának megismerésében, és magában az irodalomban pedig a hangulat megőrzésében, és ugyanígy a jellemek ábrázolásában. Köszönöm szépen az eddigi válaszokat, és hamarosan folytatjuk a titkos hozzávalót, de most következzen a V-motorok és a Rott.
Mennyire van helye az irodalomban a kulináris élvezeteknek, és milyen hagyománya van ennek a magyar, illetve a palóc irodalomban? Ma ezt a témát boncolgatjuk beszélgető partneremmel, Szórau Zsuzsával. A következő kérdésem ugye ahhoz fűződően, ami már elhangzott, tehát különlegesebbé teszi az alkotás, az író szerepelteti benne az ételt, ezt ugye már megbeszéltük, de előfordult-e már önnel, hogy egy irodalmi alkotásban annyira megfogta egy recept, hogy azt mondod, na ezt most én elkészítem? Biztos volt ilyen. A legutóbbi élményem az biztos, hogy ahhoz fűződik, hogy úgy olvassak egy regényt, vagy úgy olvassak egy novellás kötetet, hogy az alapján főzni is tudjak, és ez pont Dragoman Györgynek a főzős könyve, amit viszont szándékosan azért vettem meg, mert nagyon szeretek főzni. És kíváncsi voltam, hogy egy Erdélyből végül is érkező fiatal ember, egy író, feleségével, Szabó T. Annával, milyen háztartást vezet, hogyan főz, és amikor ezt a könyvet olvastam, hát egyrészt megkönnyeztem, mert egy csomó gyermekkori élmény ugyanúgy felötlődik bennem, mint ahogy ezt ő így írja, és milyen érdekes, hogy a kedvenc étele a vajas kenyér, és nekem is a kedvenc étel a vajas kenyér, vagy hogy ők Annával az első konyhai eszköz, amit megvásároltak, az egy kés volt, ugyanígy a férjemmel egy kést vettünk először a háztartásunkba, pedig ez ugye babona, hogy kést azt ne vegyünk egymásnak így ajándékba, de hogy milyen érdekes, hogy ez is, és az, hogy Dragoman György annyira büszke a kovászára, hogy a 14 éves kovászat minden barátnak mutatja és megszagoltatja, na én is így vagyok vele, tehát hogyha hozzám jön egy baráti társaság és épp kovászos kenyeret sütök, akkor nem azt mondjuk, hogy kötelező megszagolni, de hogyha dicsérik a kenyeremet, és azért az úgy nagyon jó eső érzés, akkor azért el is mondom, hogy is ott a hűtőben már megetetve, ott van a kovász, és a főzős könyv ez erről szól. Tehát fantázia ez a könyv, az legújabbak között, mert hát azért van egy-két olyan író, aki pont a szakács könyvekhez kötődik, és érdekes ez, hogy a magyar irodalomban milyen későn érkezik az meg, hogy legyenek szakács könyvek. Tehát Jókai, és ugye az őt csodáló Mikszáth Kálmán éppen erről siránkozik, hogy a magyar irodalomban nincs gasztronómiai kötet. Ugye Dumas már említettem, hogy megírja a nagy főzős lexikonját és szakácskönyvét, és akkor a magyar irodalomban ez nincs. Úgyhogy hiány pótló például számomra is egy nagyon nagy kuriózum, hogy ugye te is ismered az Ignotus Hugo története, ugye 1908 megalakul a nyugat, és akkor egy csomó írás, minden azért az étkek körül is forog, de Ignotus alnéven megírja az Emma szakács könyvét, tehát alnéven közöl egy csomó olyan receptet, ami viszont megint csak ennek a századelőnek a kulináris élvezeteit foglalja össze, tehát nagyon fontosak szerintem azok az írások, főleg a nőknek. De biztos vagyok benne azt, hogy hát Dragoman György írt egy főzőskönyvet, és ugye a mostani kortársak között is nagyon sokan éttermi irodalmi kultúrát varázsoltak a főváros szívébe, akkor ennek fontos szerepe van az irodalomban, és egyáltalán az életünkben. Igen, és akkor ezáltal következtettünk, hogy a férfiak életében is. Így van, így van. Életében. És elmondaná nekünk néha egy érdekességet különböző írókról, ugye még szatnál mondtuk, hogy mit szeretett, mit nem szeretett, de akit úgy kiemelni. Hát így fejből lehet, hogy nem fogok tudni mindent, de azért akire visszaemlékszem, hát ugye a reneszánszban történik az a váltás meg, hogy óriási kultúrája lesz az étkezésnek, és hát maga Mátyás király udvarában fantázia azt, amit Beatrix megteremt, Beatrix királynő, tehát ő hozza magával az olasz szakácsokat, és a feljegyzéseket pedig az említett bonfiniék ugye följegyzik, hogy miket szervíroztak föl. Kinek akarna olasz ételt tenni, ugye? Így van. És például éppen bonfinitől tudtam azt meg, hogy a kedvence Mátyás királynak a füge volt. És hogy olyan különleges ételeket soroltak föl, de az is különleges, ugye, hogy megjelenik a leírásokban az, hogy már ismerték a fagylaltot. Vagy az, hogy mennyire kötődik például, hogy Krúdinak a felmenői között volt főszakács, aki viszont Beatrix királynővel érkezett Magyarországra. Az igen. Tehát azért ezeket az összefüggéseket felkutatni, elolvasni, tudni, rá ismerni, ez egy nagyon nagy élvezet, számomra legalábbis az. Hát igen, persze, a fagyi gelato, persze, hogy pont azt nyolztak volna az olaszok.
Ha irodalomtörténeti sorrendben haladunk, akkor például Csokonai Vitéz Mihajról azt jegyzik fel, hogy imádta a korhelylevest, hát miért? Hát a másnaposság gyógyítója. De Jókai Mór kedvence volt egyébként tiroli máj, aztán a Jókai bableves, amit csak később neveztek el róla, de ugye mindnyian ismerünk. Vagy Petőfi kedvence, most Petőfit kutatom épp, és hát érdekes, hogy milyen szerény étele volt a kedvence, a túrós csusza, de még azt is feljegyezték róla, hogy reggelire leginkább kedvenc étele a hideg gulyás leves volt. Tehát ezt nem mondtuk volna, illetve nem volt annyira szerénytelen, mert például lecsós marhahúst, amit tudott főzni, azt Petőfi rostélyos burgonya langossal címmel nevezte el. Illetve még azt is feljegyezték róla, hogy amikor katona volt, akkor a közkatonáknak szívesen készített krumpligombócot. Úgyhogy maga pedig azt írja az egyik levelében Kerényi Frigyeshez, hogy a szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot a fülem hallatára ne gyalazza senki. Tehát pont ezeket. Pont így belekerül a túrós tészta is. Hát Arany Jánosról csirke, tehát a paprikás csirke galuskával, az volt a kedvence. Én imádom Arányt olvasni, mert ugye ha csak a Toldit olvassuk, akkor is részletesen tudjuk azt, hogy például Nagyfaluban hogyan várja haza az édesanyja Györgyöt, tehát hogy hogyan szalonnázzak például a nyulat, de maga tudott róla az, hogy ő maga is írt receptet például Szilágyi Istvánnak, aki nagyon sokat segített az ő irodalmi fejlődésében, illetve nekem egy nagy kedvencem, hogy átírja unalmában az akadémiai gyűlésen egyszer a szózatot, Vörösmarty szózatát, ugye aminek az a címe, hogy hasadnak rendületlenül. És akkor folytatódik, hogy légy híve, ó magyar, tette, és azt mondja, a nagyvilágon ekkívül nincs más, mert művelj ágyon vagy verjen sorskezeit, enned innot kell. Tehát humora is volt Arany Jánosnak, és ezt kevesen tudják, te igen, tudod, mert kutattad Arany Jánost. Tehát Mikszátot már említettem, de nagyon érdekes a nyugat. Tehát a nyugatnál például, ami így emlékszem, vagy tudom, az, hogy például én mindig azt hittem, hogy a Gundel palacsintát az Gundel Károly találta ki a családja, imádom sütni. Nem, ez Márai kedvence volt, csak Márai, mivel tiltott író volt ugye Magyarországon, ezért át kellett nevezni a Márai lepényt, vagy az, hogy Móri Zsigmond pedig palacsinta tortát készített. Tehát különlegességek, és hát nem csak az van meg az irodalomban, hogy milyen fontos egy étek, tehát Kródi Gyomor novelláiban ugye van egy paralel elbeszélés, tehát párhuzamban van megírva az utolsó szivar az arab szürkénél, tehát mit teszik az ezredes, és a hírlapíró halála, mit teszik a párbaj ellenfél ugyanúgy utolsó étekként. Tehát egy nagyon különleges, hát Kródit olvasni lehetetlen anélkül, hogy az ember ne kapjon rögtön étvágyat arra, hogy neki menjen a hűtőnek, tehát fogyókuraszoknak nem ajánlom a Gyomor novellákat, de lehet folytatni, tehát nagyon különleges például Kosztolányi, aki vegetariánus volt, és kiderült, hogy a perzsa rizst például, pirított perzsa rizst szereti. De említhetnék sokat, tehát így és Gyula rántott csirkét szerette, Adi Endre lencse főzeléket, tehát ezeket mind, amikor én is tanítom, és olvasom, hát így rádöbbenek, hogy micsoda étkeket szerettek, tudtak főzni, és hát talán a legkedvesebb számomra Kosztolányi, mert Kosztolányinál nagyon sokszor vendégeskedés volt, és ő olyan humorral rendelkezett, hogy például gúnyvacsorákat tartott. Az még azt jelentette, hogy a felesége megfőzte a lehető leglehetetlenebb ciberelevest, a semmit, a löttyöt, és amikor felszervíroztak, akkor a vendégek nem merték azt mondani, hogy nem jó, hanem elkezdték dicsérni, ugye az ő, tehát a telhető módon elkezdték dicsérgetni, és a kosztolányok meg kipukkadtak, mondván, hogy ez még csak az előétel volt, és most jönnek az igazi étkek, tehát behúzták ők a csőbe, de egyébként József Attilát is említhetném, tehát bárkit, vagy említhetném például azt, az irodalomban nagyon érdekes az, hogy az ételeknek a hiánya. Tehát, hogyha pont József Attilához térek vissza, aki szintén nagyon szerette például a húst, de mégis az inkább az étel hiánya jelenik meg. Vagy ugye a kortársa, ugyanúgy 905-ben született Faludi György, ő a Pokolbéli Vígnapjaim kötetében pont azt írja meg, hogy mennyire keveset tudtak enni a lagerben a büntetésnél. Úgyhogy nagyon-nagyon gazdag az irodalom, és nagyon gazdag az ezekben megjelenő étel.
vagy az étel hiánya. Igen, és szerintem az nagyon különleges, hogy pont ebből a perspektívából megközelítve tudunk meg különböző érdekességeket az írókról, mert azért, ha ki gondoltad, hogy író, akkor őt úgy emlegetjük, hogy nem úgy, mint egy normál ember, ezt kigondoltam volna, hogy vegetáriánus volt, vagy egyszerűen az, hogy ilyen gúnyvacsorákat, tehát most azért el lehet őt képzelni azért az ő humorral, hogy így a végén mondta, hogy jó, hogy nektek ízlik, már nekem nem, vagy hogy valami ilyesmi. Igen. És nagyon érdekes ez, hogy például arányról hat, ugye egyből a balladat, mi másiknál, automatikusan eszébe is eszik az embernek, és akkor ott nem a vidámos alkil van jellemző, és akkor pont ő írja, hogy unálom van egy ilyen gyűlésen a szózatot, tehát ez nagyon érdekes szerintem. Tehát azt mondom, hogy az étel, az hozzátartozik az élethez. Tehát ugyanaz, csak felcserélve ez a két betű, és a jelentése pedig ugyanúgy bölcsötől a koporsóig, tehát... Eljutottunk az utolsó kérdéshez, ami egy állandó kérdés minden vendégemnek, és a műsor nevéből is ugye ez vonható le, tehát mi a titkos hozzávaló, és akkor ezt kifejtem erre a témára. Tehát különböző megoldások léteznek arra, hogy egy ilyen kulináris részt beiktassunk az írásunkban, az irodalomban. És de mikor tud egy ilyen gasztronómiai betét igazán ütős és fontos lenni? Tehát mi a titkos hozzávalója annak, hogy az ízek és az irodalom egy olyan kombinációt hozzon létre, hogyha az olvasat látni, akkor az x-edik oldalról megenni a betűket? Hát én ezt nem tudom neked megmondani, Frídus, mert én magam nem vagyok író. Tehát én inkább fogyasztója vagyok ennek, tehát azt mondják, hogy aki szeret olvasni, akkor egyben jó is lakik ezektől a finom élvezetektől, hogy novella, tarca, elbeszélés, de számomra nagyon fontos, tehát az, hogy élvezzem ezeket az ízeket, tehát tényleg örülök annak, hogy vannak leszármazottak, tehát mint a Kródi Zsuzsa, aki az apukája alapján közkincsé teszi a receptjeit. Tehát én magam nagyon szeretem azokat a műveket, amelyekben megjelennek a receptek. Tehát én mikor kicsiket tanítottam, emlékszem prózamondásra is, akkor én nekem a soványító palacsint az egyik kedvenc elbeszélésem volt, mert ezt olyan ízletesen mondták a gyerekek, hogy kell fogyókúrazni. Vagy a Moldovától a tökös mákos rétes, ahogy elolvastam, azóta sütök tökös mákos rétes, pedig ez ennek a vidéknek nem egy külön étke, tehát ez tényleg ritkasan, mégis a férfi énekkernek a kedvence az én tökös mákos rétesem, amit Moldova alapján készítettem el, de én szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy úgy tudjunk olvasni, úgy tudjunk élni egyáltalán, hogy az élet sava borsát, tehát a fűszereit ismerjük. És számomra legutóbbi élvezete ez Dragoman, illetve Csernaszabó András és Fehér Béla, akit talán kevesen ismernek, de szerintem nagyon ajánlom elolvasásra. A címe az, hogy Ede a levesben, ami azért különleges, mert ugye újházi Edét nem ismeri a kutya se, de az újházi tyúkus leves, azt igen. És akkor így olvasói szempontból, ahogy ön is említette, hogy hát nem író, hanem olvasó is így fogyasztója, tehát azt a fűszert emelte ki többszörösen, és szerintem ezzel a nagyon, nagyon szép és nagyon hasznos gondolattal, hogy ne só és bors nélküljük az életünket, be is felejthetjük a mai adásunkat, és akkor kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a Gömör és Nógrád Rádió titkos hozzávaló című műsor, amelyben minden alkalommal a Palócföld kulináris élvezeteinek hódolunk. Én Bóna Friderika vagyok, vendégem volt Szvorák Zsuzsa, most pedig következzen a Republik Kék és Narancsárga című dala. A viszonthallásra!